Mit látok a leplen? Ki van bátor és elmondja, mit lát a leplen? Jézust. Jézust? Hol látod a Jézust? A két vonal között. Aha. Van két vonal valóban, két vonalunk van itt is, meg ott is. És közötte, ha még nem vettétek volna észre, akkor ott van egy alak. Kaposvári nagyboldog asszony katolikus iskolából érkeztünk, és eljutott hozzánk a híre, úgyhogy plakátot kaptunk az iskolában, amin szerepelt ez a lehetőség, és rögtön több osztály is ért a lehetőséggel, hogy eljöjjön egy leplet megnézni, illetve meghallgassa az előadást, és mi is úgy gondoltuk, hogy ez nagyon jó ráhangolódás így a nagybőti lelki gyakorlatunkra, illetve a húsvét várásunkat színesebbé teszi, és rászántunk így egy tanórát, hogy az egész osztállyal eljöjjünk, és utána ez jó alkalmat ad arra is, hogy utána tovább beszélgessük, akár délután, vagy hittanórákon, hogy az itt elhangzottakat beépítsük a további tanulmányokba. Mit hallottatok? Hát Jézusnak a keresztre feszítését és kínzását, meg halálát. Meg, hogy milyen rosszakat szenvedett, és hogyan temették el. A tornyó halotti leplet hoztuk el Székesfehérvárról, ennek a hiteles másolatát, és meghirdettük a különböző csatornákon, plakátokon és az interneten, Facebookon például, ahol elég jó látogatottsága volt, és csoportokat vártunk, hogy egy előadással egybekötött ismertetőt adjunk a torinói halotti leperről. Hát örömmel jelenthetem, hogy igen szép számmal jöttek, hiszen a 22. előadásnál tartunk, és nem csak Fehérvárról, hanem a környező falakból is jöttek, például Kaposvőről, de éppen tegnap jelentkeztek be Zegszádról a Kolping iskola. Tehát azt gondolom, hogy amit szerettünk volna, hogy a Nagybőjtben jobban elmélyünk a megváltásunk titkában, ez hát meghozta az eredményét, tehát közel 1000 ember látta a leplet, és hát hallgatta meg az előadásokat.